Tavaly ősszel alakult meg a Székely-Szabari Székelykör, mely a 2001-ben állított székelykapu és a 2007-ben készült kopjafa megmentésébe kezdett. A 60 fős egyesület célja a meglévő emlékek felújítása és a székelység összetartozásának erősítése. Céljuk továbbá, hogy a környékbeliek megismerjék a népcsoport múltját és jelenét, és hogy megteremtsék a székelység jövőjét. A kopjafa és a székelykapu felújítása önerőből valósítják meg, és azok elkészülte utánra terveznek egy bemutatkozó székelynapot a település művelődési házában. Nyilván a festés, ugye, ami innen is látszik, hogy az már lepattogott róla, a festéket is már megkaptuk, és a csiszolópapírokat, meg mindent, ezt is felajánlásból egy székely-szabari vállalkozó adta. Hát sajnos, mikor jöttünk felmérni az állapotot, kiderült, hogy az alja is már elrohadt, úgyhogy az egészet ki kell szedjük, és egy új talapzatra állítani. Ez a nagyobb munka, erre nem számítottunk, azért is nincs még elkezdve, mert ez kicsit nagyobb szervezést igényel, úgy tűnik. A székely-szabariaknak sokat segít Mezei Zsuzsanna, a bukovinai székelyek Mohácsi baráti körének elnöke, aki Himesházán él és az ottani székelykört is vezeti. A bukovinai székelyek Mohácsi baráti köre 2005-ben alakult, és egy évvel később állították a 42 Bácskában lemészárolt hadigfalvi székely emlékére azt a kopjafát, ami azóta is a Hősök ligetének éke. Mohácsra nem telepítettek bukovinai székelyeket, csak a környező falvakból költöztek oda, általában házasság révén. Az én nagyszüleim, édesapámnak a szülei, ők Józsefalváról származnak, az édesanyám szülei pedig Hadigfalváról. Hát én Mohácsra véletlenül kerültem, az én családom Himesházán lakik, és tulajdonképpen, amikor szó volt arról, hogy megalakul itt Mohácson a székelykör, akkor én, mint résztvevő jöttem el ide, és azóta itt maradtam, de nem Mohácson lakom. Szoros a kapcsolat, mert bármi program van, akkor ha utazni kell, akkor mi együtt utazunk, a himesháziak és a mohácsiak, és azt mondhatom, hogy baráti kapcsolat van, mert a családok ismerik is egymást. Igazából nem csak a székelykör által. Himesháza lakosságának összetétele a II. Világháború után változott meg, amikor 84 bukovinai család érkezett ide Bácskából, ahová 1941-ben a magyar állam költöztette az egész bukovinai székelységet. Az évszázadok alatt betelepült német és székely népcsoportok hűen őrzik hagyományaikat.